Tisztelt hallgatóság, kedves barátaim! Úgy gondolom, hogy apám Szabó Károly sorsa fontos és izgalmas történelmi anyag. Bevezetésnek röviden 3 évszám. 1945-ben embermentő, 1953-ban a sztálini terror áldozata, 2012-ben Izrael állam posztumus kitüntetése, mint igaz ember. Külön öröm számomra, hogy a magyar és nemzetközi sajtóban is írtak róla. Heltai András újságíró a főváros ostromának 70. évfordulóján szép megemlékezést írt apámról. Köszönöm neki. Heltai szövegét fogom felolvasni, és azt kiegészítem képekkel, magyarázatokkal. Egy másik írás Kertész Ákostól, a koncepciós perek 60. évfordulóján az áldozatokról, köztük apámról egy szabálytalan történelmi szöveg. Nem történész írta, ezért szabálytalan, túlzások, ahogy ezt tőle megszokott szép irodalom a Kossuth-díjas írótól. Mindkét író 83 éves, így személyes emlékeik vannak a két diktatúráról 1944-ben és 1953-ban. Heltai András írásának címe a bőrkabátos ember, Wallenberg segítője. Fiataloknak és mindazoknak, akik Wallenberg nevét nem ismerik, néhány kép és magyarázat következik. A svéd követség épülete a Gellért hegyen. Ide érkezett Wallenberg követségi titkár 44 nyarán. Elsőként védőútlevelet tervezett. A menlevél tulajdonosa a követség védelme alatt áll. 1500 ilyen útlevél kibocsátására kapott engedélyt, majd sikerült ezt a számot 4500-ra emelni. Azonban jóval több ilyen iratot adtak ki. Korányi Ervin védőútlevele 44 ősszel. 45 januárban a svéd irat már nem segített. A nyilasok Korányit 150 társával együtt hajtották a Dunapartra. Ezt a fényképet apám a Wallenberg családtól kapta 1947-ben. Meghívták Stockholmba, kérdezték, mit tud a diplomata debreceni szovjet parancsnokságra tervezett utazásáról. Wallenberg a szovjet tisztek kíséretében akkor keserűen megjegyezte. Még nem tudom, hogy én megyek velük, vagy ők visznek. Most következik Heltai András szövege. 70 éve, 45 januárjában több mint 150 áldozatukat hajtották a Dunának a nyilasok. Egy rendőrautó fékezett előttük. Bőrkabátos tiszt ugrott ki belőle. Hangos parancsára a csürhe visszaengedte a halálra szántakat a védett svéd házba. Megmentőjük hivatalosan a nyilasok embere, valójában Wallenberg segítője volt. A bőrkabátos szőke fiatalember, a 28 éves Szabó Károly valójában nem is tiszt, hanem leszerelt, egyszerű honvéd volt. A háború Ukrajnában testileg, lelkileg megviselte. Egy megtört ember fáradt arca a fronton 42-ben készült igazolványképen. Két évvel később a svéd követségen külsőre is alaposan megváltozott, hogy magabiztos fellépése eljátsza a hangosan parancsolgató tiszt szerepét. Zsebében igazolványok, nyílt parancsok Hind Ivántól, a főváros magyar, és Pfeffer Wildenbruch, Budapest német parancsnokától. A papírok láttán még szálaség pártszolgálatosai is kusoltak. A hamis iratokat gyerekkori barátjától, Szalai Báltól kapta. A következő fényképen a két barát, cserkészek, még csak 13 évesek. Szalai Pál fiatalon csatlakozott Szálasihoz,
1937 után főnökével ült a Szegedi Csillag börtönben. A börtönben kiábrándulva szakított a hungaristákkal. Csak a nyilasok puccsa során 1944. október után vállalt újra szerepet a nemzetvezető kérésére. A Pált rendőrségi összekötőjévé nevezték ki. Szalai Pál, nyilas pártgyűlésen 44. novemberében. Ebben a minőségben találkozott ismét össze egykori legjobb barátjával, Szabóval. Sajátos helyzetben hajdani cserkésztársa történetesen annak a külképviseletnek dolgozott, amelynek Raoul Wallenberg vezetésével kulcs szerepe volt a budapesti zsidók mentésével. Szerencsés véletlen. Wallenberg 44. decemberében íróasztalánál munkatársaival. Fleischmann Otto közvetlenül Wallenberg mellett áll. A svéd követség munkatársainak jelvénye apám hagyatékából. A követség egyik védence, Bécsből menekült pszichiáter Sigmund Freud tanítványa Fleischmann Otto volt. A keleti fronton szerzett traumájából segítette Szabó Károlyt felépülni. Beszélgetés közben Fleischmann megtudta, hogy nyilas barátja van Szabónak. Ő beszélte rá, ha már Szalai nem igazi nyilas, vegye rá segítsen, amen üldözötteknek. A nyilas pucs után Wallenberg maga is üldözött lett. Fleischmann kétségbeesetten kereste a megoldást. A történet valószínűtlen, akárcsak a folytatása, de igaz. Szabó gyorsan szót értett Szalaival, megkapta igazolványait, hozzá pisztolyt, autót, bőrkabátot, majd elképesztő bátorsággal akcióba lépett. A bőrkabát a német tisztek és a Gestapo öltözete 1944 telén. Már egy hasonló bőrkabát, nem szabályos egyenruha és tekintélyt parancsolt és félelmet keltett még a nyilasoknál is. Konrád György 11 éves volt, amikor megmentették. Életrajzi írásában a következő szöveg. A végidők terve úgy szólt, hogy bennünket, védetteket vagy a Dunába, vagy a gettóba visznek. Levezényeltek a ház elé, több órás sorba állásra, még eldöntik, hogy hova. Aztán jött két, nem egészen szabályos egyenruhás alak, ordítozott a nyilasokkal, és visszaparancsolt bennünket a házba. Embermentők voltak. Kati Marton Wallenberg könyvében részlet a nyilasokkal ordítozó Szabó Károlyról. Wallenberg a Pozsonyi úton és máshol, és egész szor védett házat tartott fenn Budapesten. A környék nyilasai rendrehajtották Dunának, gyilkolták áldozataikat. Amikor ennek híret vették, januárban már nem Wallenberg, hanem a bőrkabátos és Szalai segítettek a helyszínre menteni az embereket. Többnyire sikerrel, de sajnos néha már későn érkeztek. Ez a szöveg Lőv Éva nyilatkozata. 44 végén Wallenberg közölte a védettjeivel, hogy nem tud gondoskodni róluk, őt is üldözik a nyilasok. Ezért a védetteket rábízta Szabó Károlyra. Január 8-án az Ülőúti 4 szám alatt védett ház lakóit hajtották el. Fleischmann telefonjára rendőrkocsik érkeztek, Szalai és Szabó elzavarták a nyilasokat, az üldözöttek visszatérhettek az Ülőútra. Jakovics család a háború után elhagyta Magyarországot, 1947-ben egy újságcikk jelent meg megmenekülésükről. A Dunaparton arccal a víz felé álltak, várták a lövéseket, amikor a bőrkabátos Szabó Károly megérkezett. A fényképen Korányi Ervin és felesége 45 után elhagyták Magyarországot, Ausztriába lettek orvostanhallgatók. Később elváltak, Korányi Ervin Kanadába távozott, felesége Svédországban élt. Korányi életrajzi regényében leírta,
hogyan mentette meg őket Szalai Pál és Szabó Károly 45. januárban. Rányi elvált felesége a Magyar Televíziónak úgy nyilatkozta, hogy 45. januárban Wallenberg személyesen mentette meg őt. A hölgyet felhívtam Svédországban telefonon, és ajánlottam neki, hogy férjének életrajzi regényében olvassa el ezt a fejezetet, ahol a megmenekülésükről van szó, ott Wallenberg nem fordul elő. Lehet, hogy ez a két fénykép egymás mellett meggyőzte a hölgyet tévedéséről, és később a Jadvasem adatbankba a neve is ott szerepel apám megmentettjei között. Szalai Pál Wallenbergre hivatkozva érte el, hogy Gerhard Schmidhuber német tábornok a harcok végnapjaiba megakadályozta a gettó lakóinak legyilkolását. Schmidhuber tábornok emberséges viselkedéséről több tanú is nyilatkozott. A kitörésnél a budai várból a tábornok a szénatér közelébe esett el, csak néhány nappal a gettó megmentése után. Mi történt a bőrkabáttal és a hamis igazolványokkal a háború után? Egy szovjet kiskatona a nyugati pályaudvar közelébe elkérte a kabátot apámtól, és annyira örült zsákmányának, hogy apámat futni hagyta. Apámnak csak az útlevele maradt meg, az itt látható a fényképen. Szalai 45 tavaszán önként jelentkezett a rendőrségen, de ez sem mentette meg a letartóztatástól. Csak néhány hónap után szabadult a börtönből. A népbíróság megmentettek tanúvallomás alapján, fehér lappal szabadon bocsátotta. Több tanú is volt. Többek között Rózsahegyi Kálmán ismert színész. Szalai Pál 1947-ben szabad ember. Családunk békés néhány éve 1947 körül. Az üldözötteknek 1945 a felszabadulás volt, de a szovjet megszállással az évek során egyre nyugasztóbb lett a sztálini diktatúra. 1953. áprilisában elfogták azokat, akik utoljára találkoztak Wallenberggel, mielőtt eltűnt, azaz Moszkvába elhurcolta a szovjet titkos rendőrség. Elfogták Stückler Lajost, az 1944-es budapesti zsidó tanács elnökét, Tomonkos Miksát, a főtitkárát. Mindkettőjüknek fontos szerepe volt abban, hogy a pesti gettó lakóinak nagy többsége megmenekült. Elfogták Szabót és Szalait, akikről szintén ismert volt, hogy kapcsolatban álltak Wallenberggel. Stückleréknek az állambiztonság forgatókönyve alapján be kellett vallaniuk, hogy Szabó és Szalai a követség pincéjében pénzért gyilkolták meg Wallenberget. Másrészt a diplomatának azért is meg kellett halnia, mert nem tett eleget a zsidókért. Egy zavaros koncepció. Stückler Lajost héttagú családjával apám mentette meg. A sors iróniája, hogy Stücklert kényszerítették, apámat gyilkossággal vádolja. Idézem Kertész Ákos szövegét a koncepciós perről. Azt a vallomást akarták kiverni belőlük, hogy ők gyilkolták meg Wallenberget. Köztük volt Szabó Károly, a bőrkabátos ember, a svéd követség magyar és keresztény írógépműszerésze, Wallenberg legjobb segítőtársa, Wallenberg akcióinak a legvakmerőbb és legeredményesebb végrehajtója is. A vallomások kicsikarása érdekében az akkor szokásos módszereket alkalmazták. Nem csak brutális verést, áramütéseket is. Olyannyira, hogy Domonkos hamarosan belehalt a kínzásokba. Yves Montand a Vallomás című filmben emléket állított a kirakat pereknek és a brutális kínzásoknak. Stückler Lajos, aki utóbb visszavonta kicsikart vallomását, beleőrült. Élete végéig ápolásra szorult. 1960-ban hunyt el Ausztráliában.
Sztálin halálának köszönhető, hogy életüket a többi foglyok nem hagyták, nem hamarabb végezték. Moszkvában a cionista perek leálltak. Ezért visszavonulult fújt Lákosi is. Testileg, lelkileg megkínzott embereket 1953. novemberében kiengedték. Faludi György önéletrajzi regényében az ávós őrnagy beszéde jellemzi az 1953-as szeptemberi szabadonbocsátások légkörét. A Magyar Népköztársaság nevében bocsánatot kérek öntől azért az igazságtalanságért, jogtalanságért és méltátlanságért, melyet el kellett szenvednie. Figyelmeztetett, hogy a törvény 6 évi fegyházbüntetést ír elő, amennyiben rakságunk körülményeiről, helyéről, okairól, akár bármit is elárulunk. Azzal a jó tanáccsal szolgálhat, hogy a kérdezősködőket jelentsük fel. Közvetlen hozzátartozóinknak pedig mondjuk, hogy tanulmányúton voltunk a Szovjetunióban. A kort ismerve alig ha meglepő, hogy Szabó hallgatott, annál is inkább, mert megfenyegették, és aláíratták vele, a történekről bárkinek is, akár családjának is beszél, újra börtönbe kerül. A bőrkabátos ember ezért visszahúzódva élt, 1964-ben halt meg, csak 48 év adatott neki. Szalai 56-ban az Egyesült Államokba került, Paul Sterling álnéven élt Kaliforniában, 1994-ben bekövetkezett haláláig. Az, hogy mindez egyáltalán napvilágra került, kiváló néhai újságíró Ember Mária érdeme. Ő volt Wallenberg tevékenységének jeles kutatója, és ő tárta fel negyed százada a bőrkabátos ember történetét is, melynek aztán sajátos fordulói voltak. Szabó Károly fia 1969-ben disszidált. Akkor felnőttként sem ismerte pontosan édesapja történetét, amíg nem olvast Ember Mária írását 1990-ben a Magyar Nemzetben. Miután megtudta, hogy 1947-ben a holland sajtóban is méltatták Szabó Károly tevékenységét, a Jeruzsálemi Jadvasem intézethez fordult, kérve ismerjék el édesapját a világ igazának. Elképedésére a köszönő válasz helyett bürokratikus felszólítást kapott. Szíveskedjék előbb megküldeni apja tevékenységének alaposabb bizonyítékait, majd utána foglalkoznak az ügyel. Elkeseredve évekig felhagyott a próbálkozásra. Később levéltárakban és elsősorban az interneten, igen, az interneten egyre több bizonyítékot talált. Az interneten megmentett embereket talált, volt, aki magától is jelentkezett. Végül 2 évtized alapos kutatását követően Szabó Károly fél évszázaddal halála után hivatalosan is bekerült az igazak közé. Szalai Pál 2008-ban, Szabó Károly 2012-ben kapta Izrael államtól az igaz ember elismerést. Külön öröm számomra, hogy a magyar és nemzetközi sajtóban többen is megemlékeztek apámról. A német Spiegel magazin szövege Embermentő Gestapo árruhában címmel. Dr. Kende György írása az Új Kelet izraeli magyar újságban. Gadó János a Szombat főszerkesztője írta, Embermentő elismerésre várva. További megemlékezések, beszélgetés a Magyar Közszolgálati Televízióban Bethlen Jánossal. Történészi kerekasztal a Magyar Tudományos Akadémián, a külügyminiszter megnyitójával, a svéd és izraeli nagykövetekkel, én is beszélhettem apámról. Németországban az Izrael állam követségének ünnepi rendezvénye apám posztumusz kitüntetésével, a Német Közszolgálati Televízió közvetítésével.
magyar embermentők nevei Jeruzsálemben az igazak falán. Izraeli emlékbélyeg apámról. Régi újságcikk a titokzatos borkabátosról 1947-ben és Heltai András írása 2015-ben.